Most pedig az immár 7000 tagot szolgáló vitézi rend főkapitánya következik, hiszen hazánk egyik legnagyobb társadalmi szervezete állami támogatás nélkül végzi közhasznú tevékenységét, többek között a kultúra, a hagyományőrzés, a hadisírgondozás, a katasztrófavédelem, a karitatív missziók, a sport és önvédelmi oktatás, valamint a hazafias és honvédelmi nevelés területén. Színpadra hívom a vitézi rend főkapitányát, Molnár Gazsó Jánost! Tisztelt megemlékező és ünneplő magyar honfitársaim! Voltak, akik megkérdezték, hogy miért itt mondok pár szót 1956 hőseire emlékezve. Azt feleltem, miért itt? Azért, mert itt van most a legnagyobb aktualitása. Számomra megtiszteltetés, hogy 1956 és a Turulszobor kapcsán Nemzetben gondolkodó magyarok előtt beszélhetek. Magyarnak lenni a legcsodálatosabb dolog, igazi kiváltság, ugyanakkor rendkívül nehéz sors. Történelmünk szinte másról sem szól, mint a függetlenségünkért és szabadságunkért vívott harcainkról. Magyar őseink rendre világhódítókkal küzdöttek, így volt ez 1956-ban is. Amikor a magyar nép fegyvert ragadott a szovjet megszállókkal szemben, és az őket kiszolgáló, pufajkás, ávós kommunisták ellen. Olyan harc volt ez, mint Dávid és Góliát küzdelme. A magyar nép ereje nem a sokaságából fakad, hanem a lelkéből ered, mert a test erejét a lélek ereje szabja meg. És nekünk, magyaroknak igen erős lelkünk van testünket megtörhetik, de a lelkünket soha. 1956-ban nem a magyar néphadsereg harcolt, hanem a nép. Az a nép, amely mindig hű maradt hazájához, és már nem tűrhette tovább a kommunisták rémuralmát. Fegyvert ragadtak, ők így tettek hitet a magyar szabadság mellett. Ma, amikor rájuk emlékezünk, 1956. októberének hőseire nem csak megemlékezünk és tisztelgünk emlékük előtt, hanem riadót is fújunk. Mert ahogyan a hazaszeretet öröklődik generációról generációra, úgy öröklődik a hazárulás is. Ne feledjék, a kommunisták nem tűntek el, csupán csak átalakultak. Ma gyakran szocialistának, vagy liberálisnak nevezik önmagukat. Semmivel sem különbek, mint pufajkás elődjeik voltak, sőt, ha lehet, még rosszabbak is azoknál. Mert korunk pufajkásai, miközben nap mint nap a demokráciát és a szabadságot éltetik, minden eszközzel azoknak sárbatiprásán fáradoznak. 1956-ban a moszkoviták, Ma a brüsszeliták akarják idegen kézre juttatni Magyarországot. Az Európai Unió, ami ma már sok tekintetben rosszabb, mint egykor a Szovjetunió és az általa uralt szocialista blokk volt, nap mint nap támadást intéz azok ellen az országok ellen, akik még ragaszkodnak megmaradt nemzeti függetlenségükhöz. Az Európai Unióban nincs helye a nemzetállamoknak és azok jelképeinek sem. Éppen ezért a Brüsszelt kiszolgáló, ma is közöttünk élő kommunisták, szocialisták, illetve a liberálisok többsége mindent támad, ami magyar. Most a turulmadáron van a sor, holnap majd talán már a Szent Koronát is támadni fogják. Ezért a mindig náthás polgármester által támadott turulmadárnál van a legnagyobb aktualitása megemlékezni, 1956 hőseiről. Akkor tisztelgünk méltó módon magyar hőseink emléke előtt, ha mi, mai utódaik, megvédjük mindazt, amiért ők a vérüket adták. Mindent, ami magyar. A turulmadár egy ősi magyar jelkép, amely hozzátartozik a nemzeti identitásunkhoz és a kultúránk része. Éppen azért, aki a Turulmadarat támadja, az a magyarságot támadja. Csak nekünk, magyaroknak van ilyen alantas hitvány ellenzékünk. El tudják azt képzelni, hogy a brit baloldal az angol oroszlán támadja, vagy az amerikai demokraták a fehérfejű amerikai sast. Lehet, hogy eljön az az idő, de még nem tartanak ott ilyen hitványságra. Csak a magyarországi ellenzék képes. Kell, hogy legyen ebben a sokat szenvedett magyar nemzetben annyi erő, hogy belső ellenségeitől megvédjük hazánkat, és azzal együtt ősi jelképeinket is. Ha feladnánk ezt a nemzetmentő harcot, azzal elárulnánk 1956 hőseit. Akkor ők, ma mi vagyunk soron, ma nekünk kell hitet tenni a szabadság mellett. Hiszem, hogy Isten bevetett hittel és egy erős, közös akarattal diadalmaskodni fogunk. Ez a turulmadár ideglenesen már védett. Álljunk készen, és ha kell, az összes turulszobrot védjük meg. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.